Na, srácok, újabb egy újabb frissítés. Nekiállok megkeresgetni ezeket a nyomorult babákat, és hát nem tudom, hogy mennyi idő lesz. Remélem nem készülök ki a végére, mert azért, ja. Na, innen kezdem, mert edzeni indultam, csak gondoltam, hogy azért körülnézek, mert kell, hogy legyen itt baba, aztán, mint kiderült, akkor valami olyasmi a helyzet, hogy meg kell keresni a Risza babáit, és akkor karakter XP-t kapunk elvileg, de ezt is ugye úgy kellett kideríteni, mindenféle posztokból, meg ilyenekből, hogy rájöjjünk erre is, nem mindegy, úgyhogy tartsatok velem is pinkékkel, és akkor keressük meg Erisszának a rohadt, nyomorult hát babáit, aztán vagy találunk, vagy nem, hát a bánatom tudja, nem tudom. Majd így, nem tudom, folyamatában jelentkezem. Tanulság, hangosítsátok föl a játékot. Nagyon-nagyon hülye hangja van, nagyon-nagyon idegesítő, de legalább megtaláljuk. Én fölírogatom, hogy mit hol találunk. Aztán meglátjuk, hogy összesen hány darab van, meg hogyan van. Úgyhogy most itt megvan az első, nem mondom a koordinátákat. X153 és Y221, bár nem tudok fölösleges, itt van a cirkusz előtt. Oké. Okay. Hát igen, szóval itt az első. Menjünk a második után. Silberglét kastély! Igen. X185, Y204, Silberglét kastély, Silberglét falu mellett. Mrs. Holdsworth háza, X193, Y251. Hello, menj Isten hírével, szevasz. Legközelebbi soha viszont nem látásra. Jorviki lovastábor, druida part, X160, Y250. Pá-pá. Új, hess innen. Szinte... lemertem volna fogadni, hogy itt is van egyébként. Dol Kolostor. X243, Y233. Menj Isten hírével, ne is lássalak, szevasz. És akkor folytassuk ezt a gyönyörű alkotást. Arany Lilium sekélyes és a csodálatos fordítás egyébként, mert hogy tényleg ennyi van írva. Arany Lilium sekélyes. Örülök. Na, szóval itt van. Még egy baba, X256, Y163. És pá. Kiráz a hideg ezektől a babáktól. Titkos kőkör. Közepe. X264, Y102. Szevasz. Mennyi van még vissza? Amíg itt a kis csajok kényelmesen heverésznek, addig Erisza babái egyébként itt égtelenkednek. Ez az őrzők völgye felé vezető út egyébként itt Eponában, és mondom nektek, hogy X150 és Y269-nél állok most, és itt a baba, a babuci. Na most, ha az őrzők völgyétől lefelé jöttek az úton, akkor itt szintén a keleti lejtőnél találtok még egyet. X158, Y285-nél. Menj Isten hírével, szia! Na, ahol először találkoztunk Erisszával, ott találtok még egyet. A Goldspur Farm alatti úton van a napraforgó mező mellett X83 és Y240-nél. Egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy eddig a káosz örvénye, mint hogy egy kicsit kisebb lett volna, nem? Vagy én vagyok a hülye, ki tudja. Lehet, hogy én vagyok a hülye. Elfeledett mezők életőr előtti. Kis plac. Egy újabb baba. X61, Y180. Pá. Bakke, mennyi van még? Tudom, hogy egyre többet megyek, egyre többet találok. Vaderdő, őrszemfa előtt. X393 és Y175. Viszlát. A soha viszont nem látásra, kispajtás. Hát bevallom, depressziós lettem volna, hogyha délpatán egyébként az ősi fához nem raknak egy ilyen kis babucit.
X184, Y377. Fú, jó Isten. Ez kezd egyre nyomasztóbb lenni. A Hakuna Matatára való tekintettel nem akarok belemenni. De melyik barom állat agyából pattant az ki, hogy a rejtett dinoszaurusz völgybe a hamvas szakadék hozzáli az Eslen bejáratához rakjanak egy babát? Csak úgy kérdezem. Egyébként X368, Y48, és ha jót akartok magatoknak, akkor a jégkapuhoz lószállítózzatok, mert én még mindig könnyebben ide találtam onnan, mint Stoneground táborából, de egyébként az ajánlátok amúgy jobban, de mindegy, nem részletezem. Szevasz. Persze, ő bemehet Eslenbe. Diszkrimináció. Jó van, megegyeztem, Pixel Paci. Erisszának a szaros kis babái bemehetnek Eslenbe, én meg nem. Jó van, jó, megjegyeztem. Nem haragszom, de megjegyeztem. Sumák banda. No, van egy itt Goldiban is, az északi vaskapunál. Ugye mondom, hogy X115 és Y119 Pi barlangja felé, hogyha elindultok, akkor mindjárt itt találjátok őt, tehát a bejáratnál. Oké, szupika. Na, mi van még? Nos, 2600 kör rohanás után rájöttem egyébként, hogy kaptam egy ilyen feladatot, hogy az egyik boszorkánk megint hiányzik. Az utolsót, azt itt találjátok, én őt már megtaláltam, azért nem tudtam ebbe a videóba megmutatni, de egyébként X118 és Y357-nél lesz, itt a Fort Maria könyvtára alatt, és elvileg most megint beszélhetünk a vala boszorkánnyal, aztán hát meglátjuk. Hát nem mondom, hogy ez annyira hű de rohadt egyszerű volt. Nagyon-nagyon-nagyon félreeső helyekre lett bedobálva, és hát annyira nem értékeltem ezt a dolgot szerintem, mint amennyire kellett volna, de mindegy, a lényeg, hogy megvannak már végre ezek a hülye babák, és akkor most már végre kiforhat a dolog. Megmondom őszintén, hogy nagyon, nagyon felforrt az agyvizem ettől az egy szövegdobozos cucctól, hogy legalább egy kis szövegdobozt dobtak volna ki, mint ami olyankor szokott lenni, amikor mondjuk kidobja a középre, tudjátok, ezt a történet hamarosan folytatódik szöveget. Igen, gondoltam. Tehát, hogy legalább valamit, hogy keresd Erissa babáit Jorvik szerte, vagy legalább valami támpont, hogy bárhol lehet, vagy nem tudom, valamit azért így... Én örültem volna, hogyha adnak valami kis segítséget. Mármint így a játékon belül. Tehát, hogy így jobban örültem volna, hogyha így ennyit azért így segítenek, mert én nem bánom, hogyha van benne kihívás, mert sokkal unalmasabb úgy játszani, hogy tényleg be van jelölve a térképen, és akkor csak el kell menni odáig, tehát ezt jobban nehezményeztem volna, mint ezt az opciót, de ettől függetlenül azért örültem volna, hogyha legalább annyit kidob, hogy legalább, hogy mit tudom én, hogy hány babát kell megkeresni, és hogy, vagy csak így megközelítőleg. Én nagyon jól számoltam, akkor 17 darab, nem tudom, 12, tököm tudja. Nem is érdekel, a lényeg, hogy megvan a feladat. De hogy én azt hittem, hogy egyébként valami segítséget azért majd még így fogunk kapni. De hát nem kaptunk, mindegy. Az a lényeg, hogy megoldottuk. Megoldottuk ezt a rejtélyt, és most meglátjuk. Gondolom, megint kapunk 3 szövegdoboz, hát ez meg mi a rosszabb. Szív, te vagy az? Hová ment? 300 karakter XP. Pinkék meg sem tud moccanni. Várjunk csak, te tényleg egy sziklához beszéltél? Ne félj, Beatrice, csak beszélgetni szeretnék. Te hiányoztál. Szóval az állítólagos 5. léleklovas újra egyes egyedül van. Te és én is csak utógondolat vagyunk. Ebbe belegondoltál már? Vannak Dark Riderek, vannak léleklovasok, és vagyunk mi. A többiek olyan könyörtelenek velem. Nem akartam bántani azt a lányt, csak nem tudtam még irányítani az erőmet. Csak egy barátra van szükségem. Nem tudom, megbízhatok-e benned, át akarsz verni. Nem foglak bántani, begy szó! Tudom, hogy nem a legjobbak a tapasztalataid a többi Dark Riderre, de én egyáltalán nem hasonlítok rájuk. Hát nem, egyébként te 100-szor rosszabb vagy. Félelmetes ez a kis csaj egyébként, de nagyon bírom. Ez a legjobb választása volt a játéknak.
Tehát ez a karakter, ezzel a stílussal, ezzel a megjelenéssel, meg ezzel a lóval, ez ami brutál jó lett, úgyhogy imádom. Nem fogok többé káoszt okozni. És hogy ezt bebizonyítsam, bármit kérdezhetsz tőlem. Tényleg gyerek vagy, mi a helyzet a lovaddal? Mesélj nekem a tüskeáristomról. Miért babák? Tüskeárist? Az mi? Én nem. Olyan hideg, olyan sötét, olyan magányos. Semmi rosszat nem tettem, de ők mégis csapdába csaltak. Soha nem ejtem ki a számon a nevüket. Utána pedig az én sötét nővéreim nem siettek a megmentésemre. Túl elfoglaltak voltak veletek léleklovasokkal. Az úgynevezett barátaim teljesen elfeledkeztek rólam. Elég! Már elegem van ebből a beszélgetésből. Nem tudom ezt tovább folytatni. Azt mondtam, hogy más vagyok, mint a többi Dark Rider, és ebben nem hazudtam. Ők hagyták, hogy felül kerekedj rajtuk. Én nem fogom. Jaj! Először is visszaveszem a horgóbábjaimat. Horgóbábjaimat? Jó. Amiket összeszedtél. Azért amúgy köszi. Aztán végzek veled meg a lovaddal, és élvezettel végignézem a szenvedéseteket. De lehet, hogy életben hagylak. A lelkedet az egyik kedvenc horgobábomba zárom, aztán megtáncoltatlak. Káosz örvényének diszonanciájával a kezem ügyébe megállíthatatlan vagyok. Hű! Lassan a testen. Na! Végre megjöttél. A kék boszorkány, mit fogsz csinálni? Kövekkel dobálsz meg? Távozz, ha csak nem akarsz a tüskejáristomban csapdába esni egy újabb évezredig. Próbálj meg rákényszeríteni. Imádom. Imádom! Na? 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 Ó! Bezárta! Eliszkolt. Remélhetőleg most láttuk utoljára. Jól vagy? Köszönöm, megmentettél, a segítsége nélkül is meg tudtam volna csinálni, épp jókor jöttél. Épp jókor jöttél. Itt voltam végig, csak várnom kellett, hogy kiderüljön, mit akar tenni. Azon tűnődtem, vajon Erisszának hogyan sikerült olyan gyorsan visszanyernie az erejét, miután börtönbe zárták a... Nos, nem mintha számítana. A káosz örvény. Erissa valahogy energiát szifolyoz onnan. Kimeríti, igen. De még kiegyensúlyozatlanabbá is teszi. Hát gondolom, ekkora erővel, most hogyha nem reális szemmel nézzük, és ez egy létező dologként van most titulálva, akkor valószínűleg amekkora energiát beszippant, nem nagyon tudja kordában tartani. De elég zabolátlan és szóval igazából ez várható volt. Most már mindegyik Dark Riderrel találkoztál szemtől szembe. Megérted, milyen veszélyek várnak a jövőben? Concord átváltoztatásának következményei kezdenek megmutatkozni. Hát, most erre mit mondjak? Ha a sors is úgy akarja, újra találkozunk majd. Ajjajjajjúj! Istenem. Istenem, gyere le. Na, oké, most félretéve ezt a sok hát szívást, amit most itt okozott nekünk ez a kis keresgetés, szerintem egyébként tök jó volt, és hát nagyon remélem amúgy, hogy folytatásképp azért majd így még izgalmasabb sztori lesz, mert most így azért amúgy annyira nem erőltették meg magukat a készítők, de még mindig azt mondom, hogy jobb lett volna, mint a semmi. Na, srácok, mára elköszönök egyszer. A következő videóig, az vagy ma, vagy holnap még egy lóvásárlással lógok nektek, az pótolom. Annak akartam nekiállni, csak piszkált a fantáziámat ez a baba kérdés, úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább előbb annak ugrok neki. Úgyhogy vagy még ma, feltöltéstől függően, vagy holnap érkezem majd még egy lóvásárlós videóval, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tudtam segíteni, írjátok meg a véleményeteket a baba keresgetéssel kapcsolatban, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!